Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, Én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings László legendai végjátszásunkat a 13. epizóddal, pontosan ott folytatjuk, a legutóbb abba és nagyon-nagyon izgalmas izgalmak várnak ránk, legalábbis szerintem, ugyanis egyrészt ugye elstartol els nem sokára a keresztes hadjárat, annyira nem is vagyunk ezzel megkésve, hiszen történelmileg az első keresztes hadjárat 1095-től 1099-ig tartott. Ugye a Crusader Kings 2 és 3 uh, és az összes Paradox játék mechanikája úgy működik, hogy van rá esély, hogy valami akkor és úgy történjen, ahogy a valóságban. Kicsi, de van rá esély, mert egy csomó csomó minden változhat ezzel kapcsolatban. Változnak a körülmények, de most akárhogy is változnak a körülmények, kicsit megkésve, de meg fog kezdődni az első keresztes hadjárat. Ha minden igaz, akkor eddig van, erre van 15 hónapunk felkészülni. Na most én azt nézegettem, hogy addig még azért tudunk egy-kettőt egy egy csinálni, főleg, hogy amúgy viszonylag egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy simán fők nyerni ezt a keresztes hadjáratot. Majd ezt persze meglátjuk. Uh, én 8000 embert viszek a buliba, szóval mindenképpen át kell menni mindenkivel oda. Viszont a, a béke, a, ugye Novoszilt akarjuk majd megtávolni következőnek, 1101-ben jár le, szóval az nyilván, az addig uh, nem tudjuk őt megtámadni, amit meg tudunk csinálni az viszont az, hogy Lafföldtől elvenni területeket. És ez azért nagyon jó, mert Lafföld az egyik utolsó szlovenszkia vagy asszautró ország, nem tudom, hogy melyiknek számít Szlovenskának, vagy Asatrónak. Valószínűleg a egyébként. De a lényeg a lényeg, hogy uh, simán ellenük el ellenük új keresztes hadjáratot, vagyis hát nem keresztes hadjárat, és csak egy holy war, hogy uh, igazából nem lesz semmi negatív következménye. megverik őket pár hónap alatt, és utána uh, miénk az a terület, és kérünk, tehát ezt, ezt itt el tudnánk kérni, kérnénk az Északi-tengerhez kolobrezegenát, át, igen. Aztán, amiről akarok még beszélni, ezt mindjárt elkezdjük, az az, hogy a HR megszerezte itt Toulouse-t, tehát itt a franciák egy az egyben elvesztették toulouse -t. A HR nem igazán akar egyelőre szétesni, sőt, egyre nagyobb. A jó hír az, hogy szövetségesünk. Illetve egy egységes Kastília. Aztán írtatok nekem kommenteket, és jó eséllyel nem, nem emlékszem a legtöbb kommentre, amit írtatok, de például arra emlékszem, hogy a a szarvast jelöli az az állat, amivel múltkor megküzdöttünk, nem pedig a vatkant. Ez egy régi esneve a hárt a, a szarvasnak, szarvasbikának, ha minden igaz. Uh, úgyhogy, ja, ezzel is okosabbak vagyunk, és uh, még biztos volt valami, majd szerintem időközben eszembe fog jutni. Na de addig is, tehát akkor szerintem zavarjuk le ezt a lapföldi háborút. Neki az feleség a szövetséges, aki behoz további 700 katonát, vagy behoz hat további 700 katonát, de én ezt nem érzem, hogy ez túlságosan nagy probléma lenne. Úgyhogy Holy War for megyünk, ami 80 pályátibe kerül nekem, és uh, ez nyilván Pomeránia, Pomeráli, is lehetne, az ennyi területet adna, Pomeránia az jobb üzletnek tűnik ilyen szempontból, úgyhogy You are pledging a great holy war against high chieftain Yarpru, starts this war when it starts, this war will end inconclusively. Do you wish to start the war anyway? Ez nagyon érdekes, ez azt jelenti, hogy a great holy war az üti a sima Elvileg végeznünk kéne 15 hónap alatt ezzel a háborúval ha nem végzünk vele, akkor azt mondja a játék, hogy ez, az, az, ez, ez, a háború véget fog érni, gyakorlatilag fehér békével. Próbáljuk meg. Amúgy az Ashatru, Ashatru ellen megy az a Great Holy War. szóval, ja. Uh, anyway. És megpróbáljuk uh, lerendezni ezt a háborút a lehető leggyorsabban. Én most akkor mindet felállítom, mert a teljes hadseregünkre szükség lesz, hogy a lehető leggyorsabban és legtöbb uh, területet csomójuk például. Erre mindenképpen szükségem van. Nem hiszem, hogy gondot jelentene egyébként, prób közben próbáljuk uh, svejelni uh, Domavui of Kujaviat. Um, Relentless Courage. Ő egy bátor ember alapvetően? Igen. Jó, akkor dicsérjük a bátorságát. És ez neki így alapvetően tetszeni fog. Reméljük. A pénz... Amúgy az kicsit a pénz miatt aggódom, őszintén szólva. Igen, tetszik neki. Mert uh, a pénzből nem állunk zseniálisan jól. Kéne gyorsan tábornok ide, aki nem én vagyok. Szóval a pénzből nem állunk zseniálisan jól. És uh, jól állunk, csak nincsen túl sok pénzünk, és nincsen... Uh, és, és hogyha majd megyünk a, a Szent Háborúba, akkor az, hogy felálljon a teljes 8000 sereg, az nekem havi 8 aranyba fog kerülni. Most lehet-e kérni a pápától pénzt? Közben Piroska felnőtt, aki a lányunk, és a bizánci császárnak. A bizánci császárnak ez a felesége. Nice. Hát a matrilinárban nyilván nem fog belemenni, de hogy a bizánci császárni az magyar. Ilyen, ilyen. Vannak emberek, akiket. Akiket lehet pénzt kérni. 50 aranyat. Tatyánáért. Hát nézd, ha neked ennyit megér. És Count Ingvar, ő is 50 arany. Ezek most jól fognak jönni. Lehet, hogy okkal tartottam meg őket, hogy majd kivégezzem, vagy nem tudom, de most ezek az 50 aranyok, ezek jól jönnek. 314, 364. Jó, szuper. Elkezdjük az ostromokat. Két hónap van hátra. Kit akarok megölni éppen? Ja, de cseszóf, Igen. Igen, menjünk a, menjünk a titkos... a titkos mi ez titkos alagutakkal? Próbáljuk ezt elintézni. Count Tudor! A. Ah, Oké. Okay. <laughs> nem tudom. Ah, kicsit beakadta az A. Nem ment balra. Ez ilyen. Ah, Itt nem megy arra. Nem egy balra. Oké, okay, most sem megy. Megjavult. Minden rendben van. Kaptam a 115 aranyat. Aj, az nagyon jó. Az most kifejezetten jó jött. Most ezeknek az embereknek kéne időni harcolni amúgy. De ezek is mehetnek végül is. Mert miért ne? Ő, őt megölni, hogyha megnyerjük ezt a csatát. Ezt a, ezt a hadsereget jár Jarful vezeti, aki ennek az egésznek a feje. Hát ha igen, akkor ez egy értékes csata lehet. 10%-ra ment fel a warscore időközben. Szóval ez akár egy értékes csata lehet. Uh, you inherited county of Zemplin and count From Count Joseph of Zemplén Oké okay. Csak gyorsan megnézem, hogy lap ura ott van, igen, ő az Szóval megrököltem egy területet Zemplén, Zemplén Itt van, Zemplén Hát ez érdekes, hogy én ezt megrököltem Majd ezzel foglalkozunk, ha jön a béke ideje, jó? Most uh, a Zsófiát kéne megölni, mert uh, Zsófia, Zsófia gond Én próbáltam Zsófiával szépen beszélni nem igazán jött be. 10 hónap van hátra a szent háborúig, és csak 10%-on áll a war, war Ó, ez nem jó hír. Ez nagyon nem jó hír. Közben Alicia meghalt, aki az udvaroncom volt. Ú, megkérhetjük. Megkértünk valakit, hogy rajzoljon térképet nekünk, hogy könnyebb legyen a Zsófiát elintézni, de félő, hogy kifejtsegje a titkot. Yeah, teltél, uh, vagy tetultél, mínusz 20 secrecy. 95 van a secrecy, az nem olyan rossz. Explore the forest yourself, ez netszes, meg, meg, elég is leszesek vagyunk. Próbálj meg fizetni és reménykedni. Jó, nem jött össze, fantasztikus. kifecsegt a titkot, örülök neki. Szóval meghalt valaki. Uh, Kati, Alicia, aki a Transzilvánia Alpsnak volt a, a grófnője. Most kinevezzük ide Domovújt, aki nem a legélesebb kés a fiókban, de jó lesz egynek. És uh, oké, okay, csak megkapjuk azt a plusz plus stresszt, mert meghalt a barátunk, Grand Princess Katalin, aki vasnak volt a grófnője, és ezzel elértem egy újabb stressz szintre, amit kezelhetek ivással, vagy kezelhetek étvágytalansággal. Ez egyik sem hangzik túl jól. Vagy mondhatom a Frozen to grief az még rosszabb. Jó, legyünk két vagytalanok. de jó. Megnyertem a csatát közben, de ez nem volt elég sajnos. Megnyertem az ostromot is. Menjünk át ide ostromolni. 47%-on vagyok. Őt kéne utolérni és rendesen megölni. Nagyon kíváncsi vagyok, hova vonul vissza. Lehet, hogy ide. De lehet, hogy a tengeren túlra. Ha a tengeren túlra, akkor igazából sok opció nincs. Akkor nem fogunk végezni időben a háborúval. Ha ide vonul vissza, akkor talán. Jó, még akár meg is ölhetjük. Ugye az kéne, hogy, hogy, hogy uh, fogságba ejteni. Az meg is lesz, közben elkezdhetem az ostromot viszont. Tehát fogságba ejteni ezt az embert. És van rá esélyünk, amilyen, amilyen előnyben vagyunk ebben a csatában. 81%. Ah, még mindig nem. Nem sikerült. Nem sikerült. Meg kell nyernünk ezt az ostromot, és az talán elég lesz. Két hónap van hátra az ostromból, öt hónap van hátra ebből a háború. vagy eddig a háborúig. Uff, hát ez problémás. Itt mi történt? Te hogy lettél önálló? Nem hozzám tartoztál, te ember? Próbálj meg barátságosan bevazalizálni őt valahogy. Ezt nem is értem, hogy itt mi történik. Hogy lehet ez önálló? Biztos valamilyen örökléses uh, hülyeség történt, de... Oké, okay, mindjárt, mindjárt azzal is törődünk. Csak be kell fejezni ezt a háborút előtte. És még azelőtt oda kell menni és vissza kell terelgetni a birodalmunkba, mielőtt elkezdenénk a következő háborút, mert ugye amikor állósereg van, akkor ez nem opció. 100% nagyszerű, megvan. Inforzimans. Kaptam devotion is érte, nagyon jó, jó. Mindenkit diszbandolunk. Kicsit menjen az idő, harsh judgment. Gyula, igazságos lesz. Az jó. Az tetszik. Szereszem területeket, ezeket mindjárt kiszórom embereknek, de előtte az a kérdés, hogy neked... Bármelyikkel mehetünk amúgy. Menjünk ezzel a Kassos Belivel. Aj, nem már! Ez is. A, ez is. Ez, ez, a háború sem mehet. A, az a baj, ezt nem biztos, hogy megnyerem. Három mennyi idő alatt? Három hónap alatt. Í, elég netces, ugye egy hónap maga az, hogy a seregek felálljanak. Még hogyha ide rakok egy gyűl gyűlési pontot, akkor is. És két hónap alatt talán meg tudom ostromolni. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Oh boy. <laughs> uh, indítsuk, indítsuk ezzel a háborút. Declare war. Igen, etek. Anyway. És akkor ide kirakok egy gyűlés, gyülekezési pontot. És akkor ide most csak és kizárólag a lokköt fogom behívni. Ugye az hozza a is ahol ott vannak az ostromgépek, tehát elvileg ennek elégnek kell lenni. Három nap alatt feláll, ugyanis ha a lokálisra megyek. Jó, menjetek oda. Még talán a csatát is megnyerhetjük. És akár a csatáv... Remek, hoztak be mörköket, ha jól láttam, de még így is megnyerjük a csatát, valószínűleg. Na elég lesz -e ez? 25% nem elég, meg kell az ostromot is. Két hónap van az ostromig. Két hónap van a háborúig. Ez kell ez kényelmetlenül közeli. Pomeránia, ezt a tisztséget most nem fogom létrehozni. Vagy de. Ö, szépen kiosztogatjuk ezeket a területeket az udvaroncaimnak. Esetleg egy magyar udvaronc ha lenne, azért tök jó lenne. Gellért, te magyarnak tűnsz. Nagyon jó, na figyelj csak. Itt van egy szántok. nagyon jó hely. Jó a kilátás tengerpart az nincsen de nem is baj, csak elvonna a figyelmed az uralkodástól. Ott kéne, ott kéne valami rendszerűséget csinálni, jó? Pál, palikám, te vagy a következő. sesin lesz a tiéd. És akkor van-e még egy önként jelentkező erre az északi területekre? Az északi tisekre? Suero Rodriguez. Vagy fucking Carol. <laughs> Carol. Carol, legyen már egy szíves keresztény, mert ez annyira nem adja így. Baláskának is odaadhatnám amúgy, ezt a területet. Vagy Gyulának. adjuk a a Gyulának? Gyulának tudunk területet adni? Tudunk. Jó. Gyulának odaadjuk, és Gyulát elássuk. Valahova oda. Ö, ne, ne ássuk el, ne ássuk el. Adjuk neki oda ezt, és majd létrehozzuk itt magát a hercegséget. Mert elvileg, most ugye ez a grófság. Hercegséget elvileg, ha létrehozzuk. Akkor akár megtehetjük azt is, hogy ö, hogy utána pedig odaadjuk neki az egész lengyel trónt. Mert az lenne a nagy cél kávé Gyulának, hogy ő legyen a lengyel király. Hogy állunk itt? 56 nap maradt hátra. És ebből is 56... 50... Nem mondod? Pontosan ugyanannyi nap van a kruszédig, a keresztes hadjáratig, mint amennyi nap van a, az ostrom végéig? Elvileg az ostrom hamarabb befejeződhet. Army maintenance 15% Azt hiszem most erre lesz leginkább szükségem Hogy bírjam ezt a következő háborút Oké okay. Hát jó, nézzük meg, hogy vajon ezzel, vajon ezzel hogy állunk 50 nap Itt ugye ezt kell figyelni A siege eventet, most uh, pat pat helyzet. 36 napra lement Nem, ugyanannyi maradt Mármint nem csökkent le jobban 26 nap. Egyszerre fog véget érni, meg őrülök. 10 nap. Jó, ez hamarabb véget ér. Ez ostrom. Elvileg meg lehet. Jó, megvan 100%. Hány nap maradt? 10 nap maradt a következő háborúig. Ja, ez nagyon rossz volt. Én nem akarok még egyszer. Jó, a lényeg, hogy most ezzel meg vagyunk. Oké. Okay. És akkor viszont most meg indul a keresztes hadjárat, ha minden igaz. Igaz? Hat nap múlva. Me mi a helyzet most? 21 ezer a 12 000 ellen. Béla Árpád legyen a, a preferált kandidátunk. Igen. És küldjünk aranyat. Ó. Oh. Um. Uh, Pályatiért, adna cserébe, 233 aranyat küldhetnénk, de inkább nem. <laughs> Ez túl sok aranynak tűnik nekem. Gyugdom a kedvel, és... A Crusade for Jerusalem! A Crusade is launched for Jerusalem immediately. Uh, szétosztották az 578 aranyat a részövők között, a 499 pályatit, és az 1760 prestizset. Hát jó, akkor... Akkor gondolom megyünk. Hol van nekem egy gyülekezési pont? Ti mit csináltok? Ti is benne vagytok a háborúban? c participants. Mindenki is. Amúgy annyira nem sokan vesznek ebben részt. De hogyha innen nézem, akkor jobban látszik. Hogy, hogy néz ez ki. Egy svéd hercegke. Aztán észak a pápa. Meg kb. én vagyok az, aki viszi a legnagyobb részét a bulinak. Horvátoktól jönnek néhányan. A csehektől páran. Egy, egy angol kis grófka gróv, bejelentkezett. És ez itt a vorgól, azt hiszem az azt jelzi. Azt mondja, hogy... Heves... Ja, jó, megér megértem, hogy heves. Mi az Isten? Miért van heves külön? Nem önálló, igaz? Nem. Jó, akkor miért nincs ott, hogyha le... Jaj, ne ijeszgess játék engemet. Valószínűleg, mert heves is részt vesz a, a keresztes hadjáratban, ezért külön jelöli, de... Mindegy, heves továbbra is alánk tartozik. Nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy ez így maradjon, úgyhogy maradjon is, így kérlek. Tehát szeretném felállítani a seregemet uh, ide. Vagy létrehozzunk az Alföldön, vagy itt, 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 itt. Gyurgyavóban hozzunk létre szerintem egy újat. Egy új uh, rally pointot. Mert nem tudom amúgy, hogy annak van-e hatása az összegyűlés sebességére, hogy uh, milyen a... a ...terület, vagy hogy értetek, hegyekben vagyunk, vagy Alföldön, de én, én úgy érzem, hogy az Alföld az jobb lenne sereg szemlének. Ezt itt... Ezt itt megszüntetjük. És akkor ide mindenkit fel tudok állítani. Raise all here. Valószínűleg ketté kell majd összevenni a seregünket. Ha két négyezer fő seregre indulok neki, akkor annak talán kicsit... ...az talán kicsit fenntarthatóbb lesz. És olyan tábornokokat kéne ráadásul küldeni... ...akik... Akinek esetleg van egy plusz a, plusz a fenntartásra. Maradj itt. Van-e olyan, aki, aki jól tudja fenntartani a seregeket? Enemy Defensive Advantage, minusz 50 százalék. Mondjuk ez se rossz. Cross water advantage penalty. Ez tök jó, csak a közelkeleten viszonylag kevés víz található. Military Engineer, Rough Terrain Expert, Unyielding Defender, Holy Warrior, Reckless, úgy látom nincs olyan, amit én szeretnék, akkor viszont a bukovina gróf fog nyerni nekem, vagyis szerintem herceg amúgy ő. Igen, herceg. És, uh, ja, megkapta végül azt, a Well Supply-t. 100 heret, 300 Supply-t tudnánk magunkkal cipelni. Ezt azért kaptam meg, mert nekem van ilyen perkem, valószínűleg, igen. Hova tudnám elrakni ezt a sereget, hogy elkezdjen ténylegesen gyűjteni Supply-t? A, nagyon picit túl vagyunk a supply limiten. Nagyon picit vagyunk túl rajta. Pár emberrel, úgyhogy most csak annyit fogok csinálni, hogy hazaküldök. Nem, nem így. Hanem hazaküldök egy darab levit. Őket, nem is őket. Egy, a legkisebb levit hazaküldjük. Ezt a 300-asat. Jó, ti haza. És akkor elvileg ti, most kevesebben vagytok, de a, a limiten felül, a supply limite alatt pontosabban. És ez elvileg jó lesz. Klára is felnőtt, piroska mellé. Cool. És uti, itt is ugyanezt meg kell játszani valószínűleg. Tehát most itt 4600-an vannak, 4550, tehát 100 embert kell hazaküldenem. 100 ember, legyen ez a. 150es levi. Ti hazamentek. És akkor ti most elkezdhetitek feltölteni a készleteket. Remélem ez jó. Ez, ez, nem, nem maradj ott. Szóval remélem ez most itt működik. Plusz 20 supply per month. Ja, ez már nem tudja tölteni. Igen, nem tudja tölteni, mert ő... De miért nem tudja? Ő 100 per 100 van, ő pedig 100 per 300 on Pedig úgy tűnik ez a commander nem rendelkezik azzal a skill ami elvileg adna plusz supply-t. Tough Soldier, Flexible Leader, Novice Hunter, ezek közül egyik sem tűnik annak, ami ezt megengedni. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha valaki tudja, akkor írja mindenképpen, hogy ez miért 100 per 300? Vagy itt írja? Amúgy ez mindent ír ez a játék, de mégsem. Ezt mégsem írja, hogy miért 100 per 300, ezek miért 100 per 100. Minden esetre legyen az, hogy őt elindítjuk a Szentföld felé. Szerintem hogy hajóval kéne menni. A sergio is benne vannak ebben a háborúban? Nincsenek. Cool. Szóval szerintem hajóval kéne menni, de lehet, hogy... Uh, Na, valószínűleg hajóval kéne menni. És itt mondjuk Beirutnál partra szállni. Igen, ez 43 aranyba fog nekem kerülni. Vagy ha nem is Beirutnál, Antiókia, szálljunk partra Antiókiában. Az biztonságosabbnak tűnik picit. És a másikat majd utána küldöm. Ez ugye a, a, partresz, a az messzembriában történik, és ez pedig mehet azonnal, amint visz, a 300-ra. Mert ezekre a szöplajokra nagyon nagy szükségünk lesz. Most itt, hogy a, a világ másik felén háborúzunk. Hát ilyen középkori mértékkel mérve a világ másik fele, de értitek. Mindenki gyűjti a seregeket, nagyon jó. Az a hogy ez a 4000 ember ez nem fog tudni sok mindent csinálni magában, hiszen már itt rögtön van egy négyezres sereg, aki rögtön elveri a velencei hadsereget. Velencei kicsit túl hamar érkeztek a buliba. Semmi baj. Még arra kell figyelni, hogy ezek ne legyenek több mint 30 napig a... Ez is felment 300-ra! God damn it! Játék! Dönts már el! Ó, oh, ez most megy lefelé. Miért? Oversupply limit. Hogy kerültél a supply limit felé? Most akkor miért ezt mindig kézzel ki kell törölgetni? Ezeket az embereket. Hogy ne, ne, ne töltse vissza. 150, nagyszerű. Azt nem tudom, hogy semleges területen tudjuk -e ezt visszatölteni. Vagy nem. Én úgy emlékszem, hogy például, amikor háborúzunk, akkor csak a Csak a saját területénket még az elfoglalt területeken sem tudjuk megcsinálni azt a bulit. Dacse Zsófi igazán meghalhatna most már. Erre meghalt a hugom. Eufémia. Jó, kell valami stresszoldó dolog. Nem eszünk? Uh, attól nem leszünk túl egészségesek. Adunk pénzt a Charitynek, csak 120 arany. Nem mintha most olyan sok... pénzem lenne. Nem tudunk kérni a pápától pénzt? Pápa úr, adjon pénzt! Seek Indulgences, az nem, ask for gold, nincsen elég pénze a pápának, hát ez mondjuk most kivételesen meg is értem. Megint megy lefelé, megint túlment. Jó, oké, okay, máshogy oldom meg. Um, split of a new army, és ide bedobom az összes sereget, ami próbál újra töltődni, ez a hármas, uh, 48, talán ez az összes. És ti gyertek át ide, jó? Ti legyetek külön, ti ilyen special snowflakek vagytok. Knights and peasants, igen, légy szíves, öljetek meg. Köszi, puszi. Nagyszerű, veszettem 56 stresszt, mert a riválisom volt. Oh, oké. Okay. Sajnos terhes is volt, de hát ez... Ez már csak egy ilyen buli. Még mindig tölti vissza magának. Megőrülök. Közben meghalt Máté. Máté a fehér. Hát egy ideje már a tanácsadónk volt a Spy Masterünk egész pontosan. Bátorobust kinevezhetném. Ő az, aki még nagyhatalmú vazalus, és nincsen a tanácsban, de nagyon alacsony a pontja, plusz tökre szeret. Decsesz Anna... Decsesz Anna... Annát le kéne cserélni viszont. Mert ő nagyon alacsony marshall skill rendelkezik, úgyhogy ide be fog jönni Amália, krassolja Amália. És őt pedig ki fogom rúgni sajnos, és ennek ő nagyon nem fog örülni. Sajnálom, de muszáj vagyok ide kinevezni mondjuk Bátorobust, mert most szükségem van erre, hogy egy jó tanácsadóm legyen a hazugyi kérdésekben. 190 per 300, hol áll a. Ó, oh, megérkeztünk a Szentföldre, nagyszerű töltődünk? Nem. Viszont akár elkezdhetünk ostromolni. Az unokámat börtönbe zárták. Ráadásul ez, a, ez az ember, aki, utál, aki utálunk. Az a fura, meg ő is utál minket, hogy nem lehet megkérni, hogy engedje ki. És ez nagyon érdekes, mert. Uh, hát most ebből volt elég nagy probléma a, a streamben. A litván streamben. Imprison itt is van. Miklós is letartóztatták, de miért? Duchess angyalka! Miért tartóztatják le az utódomat? De komolyan, ezt már megcsinálták a múltkor is, és egyszerűen nem tudom, nem tudok, tehát én, értetek, én vagyok az, az ura, és nem tudom azt mondani neki, hogy engedd már ki a, a, az ember, te ember. És ez egy nagyon röhelyes dolog, tehát konkrétan a, az utódom börtönben van Miklóska, és nem tudom neki azt mondani, hogy engedd már ki a börtönből. Ez ilyen, ez ilyen nagyon durván baromság, ez milyen sereg itt? Ti menjetek haza, látok nincs semmi szükség. Vagyis amúgy lenne, akkor csak gyertek át ide. Ti hogy álltok? 190 per 300. Szóval mit lehetne most ezzel kezdeni, hogy a Miklóska börtönben van? Se nála nem tudom azt mondani, hogy engedjék ki a börtönből. Ha küldöd neki ajándékot, ki tudnám magát vásárolni? Nem, mert van elég pénze erre. Senneki neki nem tudom azt mondani, hogy engedje ki a börtönből. Én börtönbe tudnám őt zárni, szóval. De hogy nem tudom megkérni, hogy enged meg ki a börtönből az utódomat, érted? A fucking, a fucking jövőbeli királyodat, az, az mi lenne? És a Litván végigjátszásban konkrétan meghalt az utódunk a börtönben. Az örökösünk. És ez elég para, ha belegondoltok. Elkezdtük az ostromot közben. Három hónap van hátra, az a kérdés, hogy ide fognak jönni megtámadni? Valószínűleg az a válasz, hogy igen. 230 per 300. Lassan el kell indítani ezt a, ezt a sereget. Még mindig lenne itt felállítani. Jó, azt mondom, hogy indítsuk el ezt a sereget is, és hozzuk át őket Beirutba. Ez újabb 45 arany lesz. Majd. A, amúgy tudtátok, hogy ha tengerem megy a sereg? Akkor dupla a fenntartása? Bizonyám. És az összes többit pedig felállítjuk ide. És majd ez lesz a harmadik sereg, aminek kiindul. Hototopopopopopácska! Pop, pop, hát igen, ezt nem figyeltem. Ezt figyelnem kellett volna és nem figyeltem. Elvonta a figyelmemet a másik... ...oldal. Ez sajnos nagyon csúnyán megtámadnak, hogy megpróbunk visszavonulni. Amint csak lehet. Come on! Jó, most vonulunk vissza. Ezt elvesztettük, ezt a csatát. És ez teljesen, teljesen az én hibám volt. Maximálisan az én hibám volt. Hogy ezek az ecsek hogy fognak visszatöltődni, az egy jó kérdés, valószínűleg sehogy. Kingdom of Denmark-ra érkezett egy ember. Ennek a cseleknek meg eltűnt a fele. Akár, akármiért is. Nem biztos, hogy átlátom, hogy miért, de eltűnt a fele. Ez így nem jó, hogy így egyenként levadásznak minket. Ez annyira nem vicces. És szintén szólva, jöjjünk vissza Beirutba, közben az ellenség, ellenség csatlakozott a háborúhoz valaki, de nem tűnik túl nagy gondnak, mindig csak a Fatimidok ellen vagyunk. Elsődlegesen, na itt van egy sereg, akiket most egyesítünk, és nyilván nem a saját nevem alatt, hanem ő, ő vezesse őket, Imran, és lassan, ti hát nem is lassan, azonnal elindulhattok Beirutba. És ide a Beirutba a seregem. Kéne egy jó... Itt a, ha hegyekre megáll, az nekem pont... Pont ideális lesz. És te pedig ahhoz, hogy visszatöltődj, nem is tudom, mi kéne amúgy. És egyenlő rájunk meg itt. Várjuk be a harmadik seregünket, is utána majd lehet csatározgatni. Még mindig amúgy ott van a fiam a börtönben. Ó, oh, nincsen! Ó, oh, kiengedték a börtönből! Hál' Istennek! Jaj, Miklóska! Most nagyon boldog vagyok. Akkor ez egy ilyen pozitív, pozitív uh, vibe-bal fejezzük be ezt a mai epizódot. Kiengedték Miklóskát a börtönből. Ilyen! Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk a következő részben holnap. Sziasztok!